Lassan, de biztosan haladnak a járművek Dombóvár-Szőlőhegyen, a Garai utcában. Az út egy részét már felújították. Egy felhőszakadás tette tönkre az utca burkolatát tavaly nyáron. A város önkormányzata a beruházásra egy Viszmajor pályázaton nyert 13 millió forintot. Tavaly év júniusában nagy felhőszakadás tette tönkre ezt az utat, és elmosta annak nagy részét. Viszmajor pályázat keretében próbáltunk forrás szerezni ezekre a munkálatokra. Szerencsések voltunk, és megnyertük a támogatást. Nyilván ez a támogatás egy kötött pálya és kötött műszaki tartalom megvalósítására biztosít csak lehetőséget, úgyhogy itt a 800 folyóméter út tekintetében is csak a sávos helyreállításra, illetve az útpatka megújítására van lehetőségünk. Akkor is hiszem és látom a mögöttem elterülő, nagy részben már elkészült aszfaltos munkák mentén, hogy nagyon nagy minőségi változás történik az itt élők életében, hiszen egy járható útszakaszt fognak kapni. Sajnos az időjárás most sem kedvező, hiszen a napokban le kellett, hogy álljunk a munkálatokkal, nem lehet sem aszfaltozni, sem útpatkát építeni, de remélem, hogy már április hónap végére ezek a munkálatok elkészülnek. Nem ez az első útfelújítás Dombóvár ezen részén. 2020-ban közel 50 millió forintot költött a település önkormányzata ilyen jellegű fejlesztésekre. Örömteliek azok az események, amelyek Szőlőhegyen történnek, hiszen 2020-ban, 2021-ben is tudunk utat felújítani. 2020-ban a Gárdonyi utca kapott teljesen új aszfalt szőnyeget, illetve új útpatkát, Csokonai utcának a patkanyesése megtörtént, Kápolna utcának szintén megtörtént a patkanyesése. Az elmúlt 20 évben nem történt annyi fejlesztés Dombóvár-Szőlőhegyen, mint az elmúlt egy évben. A város vezetése ráadásul további felújításokat tervez, így rendbe teszik a baleset veszélyessé vált tűzlepke sort is. Nehozó képviselőtestülésen döntött úgy a testület, hogy a Kaposvárral összekötő szakaszt, a tűzlepke sort, melynek az útszakasz a külterületen volt, bevontuk belterületbe, ezáltal megteremtődött annak a feltétele, hogy tudjunk pályázni szintén annak az útnak a felújítására is. A tűzlepke sor az is nagyon fontos, hiszen a felüljárónál bekövetkező balesetek tekintetében Dombóvár csak azon az útvonalon lehet megközelíteni Kapospola érintésével, és szinte gyakorlatilag már egy járhatatlan útról beszélünk. A Viszmajor pályázaton elnyert forrásból Dombóvár más részein is tudnak felújításokat végrehajtani. Ez a Viszmajor pályázat nem csak Dombóvár-Szőlőhegyre vonatkozott, hanem Dombóvár-Gunarasra is. Ott a csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, illetve megrongálódott műtárgyak felújítására lesz lehetőségünk. Azok a munkálatok is a közeljövőben elkezdődnek, és május hónap folyamán be is fognak fejeződni. 13 millió forintból kerül felújításra a Garai utca. A Gunarasi rész 6 millió forintból. Az önkormányzat ezekhez a fejlesztésekhez 40%-nyi önerőt biztosít.